A fesztált tömbbel kapcsolatban is változások kezdődtek. Ez egy régi történet, ott 20 évvel ezelőtt egy szállodát szerettek volna létrehozni, ott van egy tó is, ami a lakosságnak akár kikapcsolódási lehetőséget nyújthatna, de jelenleg hát használhatatlan az egész. Most változások indultak el, mik ezek pontosan? Hát ott szeretnék lakásépítéssel felpezsdíteni, ahogy fogalmazott a előterjesztés, felpezsdíteni az ottani gazdasági helyzetet, és hogy egy kicsit kimozduljon ebből a valóban nagyon csúnya és riasztó látványból az egész környezet, hiszen ott van egy betonkolosszus, mellette van egy körbezárt vízfelület, ami tó, de nagyon rossz a vízcseréje, tehát az sincs rendesen megoldva, és mellette van egy étterem. És hát ugye valóban az eredeti szándék anno domini az volt, hogy csináljanak oda a tulajdonosok egy szállodát. Valamilyen szinten meg is kaphatta az engedélyt, mert az építkezés egy 20-30 évvel ezelőtt elkezdődött, de félbe is maradt, lényegében maga a beton szerkezet épült meg, a ház szerkezete épült meg, de azután az úgy azóta ott áll, és ott romlik és rontja a környezetet is. Nekem az nem tetszik ebben a rendszerben, hogy azzal, amit most szeretnének oda megépíteni egy debreceni vállalkozónak a intenciói, illetve aktivitása alapján, azzal lényegében tönkre is tesszük azon a környéken, abban a tömbben, egészen mondhatnánk a Csaba Ürmös utcától egészen a Bajcsi-Zsilinszky utcáig, a Tárnoki úttól mondjuk a Béla utcáig lévő tömbben, tönkre is tesszük az úgynevezett kertvárosi szerkezetnek a továbbélési lehetőségét. A legelőször, amit beterjesztettek, és itt hiába próbálják meg a helyi sajtóban engem hazugnak nevezni, meg egyebekben, itt van előttem a táblázat, a fejlesztéssel érintett területre vetítve a jövőben 1700 főt vártak. Egy irdozatosan kis területre 1700 főt. Itt most azért arra az ellentmondásra is fölhívnám a figyelmet, hogy egyrészt dr. Csőzik László polgármester úr tereszt sírja a sajtót azzal, hogy Érd megtelt, majd támogat egy olyan beruházást, egy olyan fejlesztésnek nevezett valamit, ami szerintem inkább rombolás, ahol az első nekifutásból 1700 fővel gyarapodna a lakosság egy nagyon sűrű, nagyon kis területen. A statisztikák alapján a tavalyi évben egész Érdre 826 fő költözött be. Tehát egész Érdre. Ennek a területnek a százszorosára körülbelül, ugye mert 60 négyzetkilométer Érdre, 60 négyzetkilométerre költözött be 826 ember, és erre a kis Tárnoki út, Csaba Jürmös, Béla utca, Bajcsi-Zsilinszky, illetve Riminyáki, ott még Riminyáki, a sarokkal följebb már Bajcsi-Zsilinszky, tehát Riminyáki út tömbjébe pedig úgy tervezték, hogy nem baj az, ha beköltözik 1700 fő. Tehát ez egy olyan ellenmondás, ami ugyan a Csőzik politikájában mindig föltalálható minden tekintetben, de az azért nagyon kiugró. Ha és amennyiben valóban igaz az, hogy az akkori 100 lakásból 40 lakás lesz most már csak megépítve, mert azt mondta a polgármester, hogy ehhez ragaszkodni fog, hogy 40 lakás, akkor is az építészek úgy számolják, hogy 300 fő minimum a gyarapodás azon a kisebb területen, mert itt már az Dezső utca, Bulcsú utca, Bikavér utca és a Dávid utca tömbjét, tehát egy szűkített területre hozzák a 300 főt, ami az előbb még egy nagyobb területen 1700 fő volt, most az egy szűkített területen 300 fő. Na de a 300 fő beköltözésének is olyan egyszerű problémái vannak, amire senki nem gondol, és önkormányzati feladat egyébként ellátni, hogy például a bölcsődei férőhelynek legalább 6-tal meg kéne emelni a bölcsődei férőhelyet automatikusan, ha ez megtörténik. Ezzel szemben megállapítottuk, hogy kevés a bölcsődünk, már most abóvó, tehát erre a kevésre, ami mínuszban vagyunk, még ráteszünk -6-ot. Ugyanez a helyzet az óvodával, ott 12 férőhelyel kéne abszolút gyorsan és egyik pillanatról a másikra megbővíteni. Az általános iskolában egy tanteremnyi gyerekkel kéne megbővíteni a kapacitásokat. Körzeti orvosi rendelő, szakorvosi rendelő, illetve fogorvosi rendelő tekintetében egy szakorvos, körzeti orvos, fogorvos kellene, gyermekorvos, illetve körzeti orvos azonnal szükség. Most már ilyesmivel, hogy gyógyszertárral, meg egyebekkel, mert nem is nagyon akarok foglalkozni, a középfokú iskolát a mostani helyzethez képest, ami szintén negatívban van, tehát körülbelül 300 középiskolai férőhely hiányzik jelen pillanatban Érden, hiszen több mint 700 gyerek
járja ki a 8. általános iskolát, és van ugye 367 darab középiskolai férőhelyünk. Ezt bővíteni kéne, hogy legalább 800 gyermeknek legyen, hisz a gyermekeknek az volna jó, hogy nem másút Budapesten, Szászhalombattán, Nagy Tétényben, a jóisten tudja, hol tanulnak tovább, hanem itt Érden kapnák meg azt a lehetőséget, hogy a 14-15 éves gyerekek azok itt, itthon tudjanak tanulni. De nem, ezt is még akkor mínusz 9 fővel bővítjük a hiányt, hogy így milyen furcsán kell fogalmazunk, mert azt szaporítjuk. Idősek napközi otthona, postaellátás, tehát egy csomó olyan szolgáltatás, amiért áttételesen vagy direkt módon az önkormányzat felelős, az még szűkebb lesz. Pontosan Érden, ugye én nagyon szeretek Érden élni, de amikor panaszt hallunk Érdre, pontosan arról van szó, hogy a szolgáltatásoknak a mennyisége, adott esetben a minősége, épp a mennyiségből következően a zsúfoltság és egyebek, azok, amik kényelmetlenné teszik vagy tehetik a városba való élést. Ezért mondtuk mi azt, hogy nem nagy várost akarunk építeni 2006-ban, ugye, hanem azt mondtuk, hogy virágzó kertvárost szeretnénk építeni. Egy ház, egy telek, egy lakás, akinek ennél nagyobb telke van, az válassza ketté, és adja az egyik felét, és majd arra megint egy ház, egy telek, egy lakás alapon lehet építeni. De ezzel a fejlesztéssel, amit itt most fejlesztéssel idézőjelbe téve, amit megszavaztak, ez bizony szomorú következményekkel és hosszú távú következményekkel jár. Mint ahogy az előző rendelet, pénzügyi rendeletnek a módosítása a különböző egyesületek és szervezetek részére, alapítványok támogatása részére, az is hosszú távú hatása lesz, ha így marad. Ennek is nagyon hosszú távú hatása lesz, hiszen a mellette lévő, most már nem erre a szűk, hanem a szélesebb területre lévő építési lehetőségek, azok fönnmaradnak. Ott természetesen tovább lehet majd erőteljesebb beépítést csinálni. Ugyanez az igaz arra is, hogy egyébként, ha ez az ember, vagy ez a cég, amelyik most megvette, megveszi a területet, majd megkapja a 40 lakásra az építési engedélyt, valamilyen oknál fogva nem építi meg, hanem aladja, akkor a következő tulajdonost már ez a szerződés nem köti, és akkor visszaáll az a lehetőség, hogy megint 1700 főt lehet majd oda betelepíteni. Ugye ezért mondom, hogy hosszú távú olyan következményei lehetnek, amik teljesen aláássák a város kellős közepén. A Dávid utca, a Bulcsú utca, Dezső utca környékén, a város, azt kell mondjam, hogy fizikai közepén ássa alá a eddigi megszokott építkezést, és ahelyett, hogy azt csinálták volna, amit mi 2007-ben, hogy megállítottuk a társasházépítéseket, és nem azokat támogattuk, akik minél kisebb lakást és minél többet épít egy szűk területre, hanem ezzel szemben ők pont azt teszik, hogy ugyan szóban panaszkodnak, hogy nem helyes az, hogy ilyen sok ember ide költözik, ellenben tettekkel pedig támogatják a minél sűrűbb beépítkezést. Én úgy érzem, hogy ezen nem minden területen, minden fórumon föl kell szólalni, mert magát a kertváros teszik előbb-utóbb tönkre. Mi lehetne a jó megoldás ezzel a területtel kapcsolatban? Őszintén megmondom, hogy azt le kéne bontani. Adott esetben, ha a tulajdonos ebben nem tud mit kezdeni, akkor nagyon utána kéne nézni. Én eddig nem vizsgáltam ilyen tekintetben. Tehát az biztos, hogy ami ott áll, az csúf, csúnya, ijesztő, nem jó, kezelhetetlen, borzasztó körülményeket jelent ott ebben a pillanatban. Igen ám, de ha megépült, ételezzük a 40 lakás, beköltözik a 300 ember, megjelenik a x darab gépkocsi. Ugye most már minden ingatlanhoz lényegében két gépkocsi jár Érden, ez a statisztikai átlag. Magyarán ez azt jelenti, hogy a 40 lakáshoz jár majd 80 gépkocsi. Jelen pillanatban az építkezés olyan, hogy bár megígérik, hogy lesz teremgarázs, és hogy a telken belül elhelyeznek 40 gépkocsit, de a másik 40 gépkocsi nem fog beférni a telekre. Most is azt tapasztaljuk, Csaba Őrmösön végig megyünk esténként, ott állnak kint a gépkocsik az utcán, az úttesten, vagy félreeső helyeken valahol, és egyszerűen nem úgy van megépítve a ház, hogy ott valóban elférjenek azok a gépkocsik, amik egy-egy ingatlanhoz most már automatikusan járnak. Tehát aki itt egy teremgarást meg tud fizetni, aki meg tudja venni az közel 1 millió forint értékű négyzetméter áras
lakásokat a jövőben, biztos meg lesz a gépkocsi annak a családnak. Ettől a pillanattól kezdve azok a szűk utcák, a Dávid, a Gulcsú, a Dezső és Mikavér utca, az egy kicsivel szélesebb, de oda szorulnak majd ki a különböző parkolni kívánó, éjszaka parkolni kívánó autók. Nem hiszem, hogy ez követendő, illetve ez elérendő cél a számunkra, ezt meg kellene akadályozni. Nagyon végig kéne gondolni, hogy hogyan, miként. De hát végig gondoltunk, mi már nagyon sok mindent végig gondoltuk, azt, amikor nem volt sportcsarnok, hogy legyen sportcsarnok, amikor nem volt jégcsarnok, hogy legyen jégcsarnok. Tehát Isten igazából mindennek meg lehet találni a jó megoldását, úgy, hogy a tulajdonos se rokkanjon bele, illetve a városnak se legyen rossz. Itt a köztulajdon, meg a közérdek, illetve a magántulajdon és a magánérdeknek kellene egy olyan egészséges egyensúlyát kialakítani, ami hosszú távon működik. No, ez most itt elmaradt.